az első karantén riportunk részvevői kaposváriak. Ugye ismeritek Bence Balázs és Szabó Kittit, ők azok, akik még most is járhatnak lovastorna edzésre. Az első kérdés, hogy miért? Hát azért elsősorban, mivel hát itt dolgozunk, és itt ide vagyunk beköltözve, itt a karantén ideje alatt, mivel a lovakat foglalkoztatni kell, és el kell őket látni. És Kitty, te beköltöztél ide. Igen. Úgyhogy ez az első elszakadás otthonról, hogy érzed itt magad? Hát, jól érzem igazából magam, mert sok barátom itt van, úgyhogy nagyon nem unatkozunk. És akkor edzetek, lovagoltok egész nap. Igen. Te lovagolsz, és ugye azért költöztél be, mert neked van egy ugrólovad is. Ugye mi az edzéseink során elsősorban most a fiatal lovakat képezzük. Kicsit Amirát mutassátok be, akit a háttérben látható. Amira egy 10 éves sárga kanca, akivel most kezdtünk el dolgozni, és nagyon jól fogadja az új gyakorlatokat, és nagyon együttműködő velünk. Nem tudom, Kitty, te hogy vélekedsz munkájáról? Amióta így... Karanténban vagytok? Amióta elkezdődött a karantén, igazából megszerettem, mert így jó vele dolgozni nagyon. És igazából nagyon kedves és jó fej, nincs rossz mozdulata. És most csapat nincsen, úgy készültünk, majd látni fogják a többiek a videón, reméljük majd összevágjuk, hogy próbálkozunk vele egy már csapattal is. Nehéz így egy kicsit a csapatot készíteni, hogy nincsenek itt a többiek, de azért mi megpróbáljuk legalább a lovat felkészíteni rá. Hogyan készültek egyébként az edzésekkel? Tehát, hogy ugye látjuk, hogy volt lovas edzés, mi van még? Hát, lovas. Igen, műlovas edzés van, illetve talajon végezzük a többi részét az edzésnek. És a kedvencetek? Így van. És hát ez a karantén időszak igazán a lovaknak hát is sokkal jobb helyzet, de nem kell olyan intenzíven készülni velük a versenyekre, úgyhogy így jobban tudjuk őket kimélni, és igazándiból egyiket le tudjuk pihentetni, míg a másikkal tudunk teljes értékűen készülni. És mit üzentek a többieknek? Kitartás! Mindenkinek kitartást, és viseljétek ezt az időszakot, ami nem tudjuk meddig fog tartani, de ne kapkodjatok, szépen nyugodtan edzetek, és... Otthon?